Segítség! Valaki állítsa le! Nem bírom abba hagyni, baszd meg! Segítség! Tamer Baktáné! Szevasztok, pacsi mindenkinek, micike, kösz az 1002-t! Dika, ez az izé a Máté Szalkai Scatman, geci! Dika, úgy nézek ki, mint ha izé kévésebbrő lennék, merjen bele! Csípten! Pa-pa-pa-pa-pépé! Szevasztok, srácok, pacsi mindenkinek! Azt a kurva! Azért ezzel nem kellett sokat gondolkodni, bazd meg! Hogy rímeljenek a sorok vége! A szevasztok, srácok, hello mindenkinek! Sziasztok! Kicsit lejjebb húzzuk a hangerőt, ugyanis nagyon durva dolgok vannak itt, bazd meg! Egy nagyon komoly témáról fogunk az elején beszélni. Bulvár az éne! Bulvár az éne! Értem? Nem is tudom még hogyan fogok belekezdeni, bazd meg. Annyira izgulok. Most egy kicsit izgulok, hello? Hello, hello! Úgy legyen már, légy szíves. Kapcsold a zenét, mert szétfejellek, te csöves. Kicsit azért adj rá hangot. Sok felez meg. Elnézést, csak a technikussal beszélek közben. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek mondani. Egy igazi fontos dolgot. Az életemben egyszer egy nagyon nagy szerelem volt. Ez az igazság. És most az egyik exemet megindítáltam a stúdióba, hogy elég csúnya volt a szakításunk. Megmondom az igazat. Nem a megfelelő elvállás volt, de a minap újra találkoztunk, és mondtam, hogy jöjjön el a stúdióba, és beszéljük meg élő egyenes adásba. A szakításunk pillanatáról egy bizinyó is terjengett a neten. Emlékeztek rá? Emlékeztek? Föl? Nekem ez köl. Önergiaital. Ez még mindig mai napig feltépi a sebeket. A stúdióban, egyenes élőadásban most fel lehet tenni a kérdést a szakításunk okáról. Szia! Ne! Megmondtam, hogy ne vágj a szavamba! Önergiaital. Nézd meg, megint kezded! Megint kezded! Lehetőséget adok neked, te meg, bazd meg, tisztelettel legyél az emlékünkre. A közös emlékek, a közös pillanatok. Szóval, milyen érzés újra találkozni? Ne sírj, ne mondj semmit, ne mondj semmit! Jézusom, ez egy nagyon nehéz pillanat, és annyira jól esik, hogy veletek élhetem meg. Ez egy nagyon fontos pillanat. A kurva életbe! Egy férfi nem sír, fejezzétek már be! Úgy néz ki, hogy újra együtt vagyunk. Megpróbáljuk újra együtt, remélem, hogy ezúttal sikerülni fog. Itt az ideje, hogy visszavonuljunk a valódi otthonunkba, mert a többi csak álca. Erpézni fogunk, ha minden igaz. Közben kifolyik a nyálam, bazd meg. Ingyen promó az exemnek. Amúgy igen. Ez az igazság, bazd meg. Nem fog hazudni! Fullosan mentem a bálba. Van itt olyan, aki táncolna bele amúgy? Na most őszintén. Ráznád a bult? Azt meg! Van itt olyan, aki felizgult?
megint megtettem a nagy lottókat, hogy végre veszek egy szigetet, vagy valami. De nem adtam be, bassz meg. Úgy nézek ki, mint egy májbeteg a kamerában. Mi a faszom van veled? Elromlott a kamera amúgy. Hát megint bassz meg. Szia Lali! Hello! Mi újság van, te kis hallasz, de rendesen? Mi? Halló? Ha hallasz, de rendesen a... Ha hallok készüléket, mi működik? Nem. Nem? Szájadról olvasok csak el. Ja. Akkor figyelj, vegyünk a... Ha hallok készüléket... Elemet? Milyen emelet? Milyen emeletre akarsz menni, hát? Nem, emelet. Kenyeret? Vegyünk a... Ha hallok készülékedbe elemet. Ha hallok... Nyaló! Ha hallok... Ha hallok... Nyaló kékülés! Ha... Ezt szerintem csak a buzik kapják el, úgyhogy nem, neked biztos van. Figyelj! Ha hallok... Mi van? Ha hallok... Hallok... Nincsen lovan, ne? Fából sincs. Nem fog falok. Akkor meg mi van? Hát... Ha hallok... Készülék. Na jó van, Lajos, takarodjál, ne te szórakozó melem! Vegyünk neki a halló készülékbe elemet, mert kicsit zavarosan hall. Na figyelj már vele! Na mi van? Szíjtsek is nem baj, milyen halló készülékről beszélsz már? Nem! Öld meg tégla, öld meg! Öld meg! A kurvanyád a tégla! Ne engem is már fogom! Nem tudom mi van ezzel, nem tudom mi van, el van szállva magától. Szevasz, geci! Szevasz, hát! Mi újság? Lajos megint izért, szidott téged, azt elmertem. Köszönöm szépen, öreg! Azt mondta, hogy nem akar veled mutatkozni soha többet, meg ilyenek. Már nem a barátod. Ezt mondta. Lali! Most mondja, buzi Lajos! Most játszod meg! Állj meg, hát! Látod, erről van szó. Adjad neki, öld meg! Mi csinálsz, Lali, hát? Hát miattad tolattam vissza? Basztok. Jól vagy, hát? Hát, megütöttem a szügyömet. Figyelj már, szügyfejű, geci. Egy új terv van, Lali. Terv? Mi miért terv? Most egy vizsgát fogunk végrehajtani, ami bizonyítsa, hogy te bizony nem vagy egy homár talicska. Rendben? Én nem vagyok buzi. Szálljál ki. Jó. Gyere ide félre, ha el ne gázoljon a kocsi, mert most nagyon aggódok miattad. Őszintén, hát. Nézd a szemembe. Tessék. Napok óta arról beszélsz, hogy szerelmes vagy benned. Ez igaz? Meg kell bizonyítanod, hogy nem vagy buzi, érted? Oda föl kell állnod a szélire, ez egy bátorságpróba. Álljál föl oda a szélire. Vigyázzatok már arrébb egy kicsit, mert Lajos most bátorságpróbán van. Álljál föl a peremire, hát. A peremeire? Hát. Jó! Jó, el Lali! Micsoda? Hát valamit mondott a Lali. Éhes vagyok, menjünk már, legyünk valamit, hát. Adjuk itt ezt a gyászkeresztet? Tesszük! Gyere már tégla! Na, jövök! Már korog a gyomrom. Szia! Szép napot, uram! Na még egyszer hozzám szó, szétváglak. Hány éves vagy, fiam? Az most mindig. Válaszoljál, mert rád berek egyet ököllel, az ketté hasadsz. Visszaszámolok. 3. OC mondom, 14. De nem kell OC mondani. Mi az a OC? OC az az ordas csöcs. Figyelj már ide, most őszintén kérdezek tőled valamit. Hova mensz tovább tanulni, ha eljön az idő? Mi akarsz venni, hát? Ne legyél olyan, mint a Lajos, mert ez fönn van a jó jányakon. Egy ezeres derékig bekap mindenkit, hát. Na jó, van, eredjél be a sarokba. Eredjél be. Kezdhetem pattintani? Kezdj eddig. Aranyos volt egyébként, ne legyetek gonoszak. Mindenki volt fiatal, és nincs baj vele. Ment a sok recskázás. Tavén baktáni! Lajos, figyelj már! Valfi, figyelek. Szaladj már ki a bolt elé, nézd meg, hogy ott várok-e. Gyorsan. Jó, már megyek. Erik már. Kisasszony, nincs magánál egy... Egy száz cigi? Adjon már egyet. Na jó. Dohányzik maga? Hát,
Néha. Azzal a tüdőben azt elszíved szál a tesókra, hát. Igaz? Nem, az biztos. Adjon már egyet, egy mezitlábas fecskét vagy valami. Éj, marad. Meg kell követni a tüdőre rákot, hát. Ez mi hát? Ét? Hát tudtam, hogy rám mozdul maga. Tudtam én hát. Micsoda? Bevenni az öreg húst, mi? Olyan nyelven van. Na uraim, mint akkor... a dekopi. Ketté gyalom, mint a hóembert, hát. Figyelj már ide. Tudnál egyszer normálisan vezetni? Ezt tudok, persze, hogy ne tudnék. Küldjed neki! Vajos, ha most elbaszol, fődarab volna. Nem fogok. Imare, itt jobbra le. Hol? Nem jó. Mit csinálsz? Jaj, mit csinálsz? Hát mit csinálsz? Ó, oh, bújj meg, halkan. Így, az baj. Így, az kapta a bubost. Lali, hát, mit csinálsz, te gyász? Így, fejbe lőttem, hát. Szóval fejbe lőttem? Aha, menjél már valamerre. Hát már merre, hát? Hát honnan tudjam? Balra, baszd meg! Balra? De mit? Lajos! Jaj! Tudok, persze, hogy ne tudnék. Állj meg, hát, állj meg, te gyászkeret. Szálljál ki. Szállj ki! Tönkre akarsz tenni idegileg? Na, már megyek. Hát, tönkre teszem! Nem. Fogasd gyászkeret. Nem áll vagyok álmosom már. Na, öreg. Állj már meg, állj meg, öreg! Öreg! Jó, most benyúlok a gatyádba. Öreg! Mi történik itt? Lajos, mit csináltál le? Bazd meg! Te normális vagy? Bazd meg. Ez a Rally, ez egy nagy buzi vezér. Van nálad egy víz? Ígetsz, hogy jönnek a rendőrök, hallod ezt? Hát de most el akarsz menni a sheriffség előtte buzi? Hát normális hát vagy? Ott kertek ott alatt kell menni, kertek alatt! Helikopter is jön. Hó? Hát úgy, de nem jön senki. Gyere, geci! Jó, ez jön, he, Feri! Jó, ne! Bazd meg! Védekezni se tudtam, bazd meg! Jelvasom! Kurványád, Lali! A jó Isten bassza meg! Mindannyiukat! Azt bassza meg! Nagyon fáj a fejem! Nagyon fáj a fejem! Hát engemet leütöttek a réten, mentem izéni napos csirkéket terelni, azt valaki megtámadott hátulról. De nem is így volt, hely. Hát engem leütöttek. Hát már menekültünk. Kivel menekültél, ha? Hát, veled helyen. Tudod, hát veled menekültök a bókat. Ez szétverem, geci, ezt a gyereket. Figyelj már, de nem is ismerlek téged. Hát, kurva anyádat, hát a gyász megmert, te faszopó! Te faszopó! A kurva anyádat! Megtámadtak, úristen! Önvédelem volt. Uram, egy pillanatra nem bírom levenni a bajszáron a szemem. Hát oda beköltöznek a barjak. Hát mekkora bajsza van magának? Nem bírok koncentrálni az ügyre. Ne a bajszomra koncentráljon, hanem... Megkérdezem, hogy ne nézzen rám, mert egyszerűen nem bírok akkor gondolkodni. De nekem muszáj, mert ez a szakmám, úgyhogy... Bejövök magának? Nem megy. Azért? Lehet még telefonálni, fel kéne hívnom Lali anyádat, hogy kések. Hát még egyet telefonálhat. De inkább az ügyvédet hívja. Jó napot, kívánok, kollégák! Jó napot! Ez itt egy... Ki ez a két csöves kutya, mondják már nekem meg! Ez itt egy... Na szépen beszéljük! Boltrablással vádó. Ennek ismeres a hang, ennek a rendben. Igen, mert agyádnál jártam tegnap este a barátommal, azt mind a ketten jól megbasztuk. Maximum azt hallottad, hogy nyögök anyádon, érted? Na, miért vannak itt? Meséljünk csak! Boltrablás, hát, én nem tudom, hát engem leütöttek a réten, elájultam. Illegális fegyverbirtoklás. Tehát velem szaladtál be végig. Illegális kábítószerbirtoklás. Arrébb mennél, ne haragudj már meg. Rendőrségért. Takarodj már arrébb a kurva anyádba, te gyász. Kísérlet. Köszönöm. Ellenállás letartóztatásnak. Én egyszer láttam ellenállást, amikor otthon a hippit szereltem.
Újra kellett hegeszteni, mert elszáll. De azóta az működik. Négy ohmos ellenállás. Hát egyszer az volt, egyszer, most elmondom akkor. És amúgy is feljelentést akarok tenni ezért. Ez a mocskos, igen. Egyszer, ugye alvás paralízisem van nekem mindig, azt ez meg megerőszakolt engemet. És úgy vett rá erre az egész akcióra, utána meg a réten leütött. Bántalmazott végig, a nagy fogaival a golyóimat akarta vakarni állandóan. Nézzék meg! Figyeljenek már ide! Nézzék meg a nyomokat, tiszta piros a szája körül, mert borostás a faszom. Ez nem véletlen. Nem véletlen. Hogyha nem erőszakkal gyanúsítja ezt a másik embert, akkor kell egy altesti vizsgálatot végezni. Lemerül a hallókészüléken, most pittyeget. Elmondom, mi volt. Ez megerőszakolt. Megerőszakolt, ez a hódgeci. Mi az, hogy megerőszakolt? Ez a lapátfejű csöves kukorica. Ez a rossz bicikli fejű. Ez a vécékepe arcú, tüdőhombárt alig a testű, szottya. Befogja a pofáját, te még az öreg ember beszél maga, ne verek le, hülye gyerek, ha? Befogja a pofáját! Segítsen már! Mit van? Magának nagyon büdös a száj. Azt mondta... Azért bazd meg, mert anyád pinálja büdös volt! Figyelj már! Szóval... Megerőszakot próbáltam ellenkezni, de mivel öreg vagyok és gyenge, ezért legyőzött, és csak úgy szopott, mint egy szopós malac, mint kacsarok edni. Figyelj már, te élvezted, az nem erőszak. Takarodj már innen, he! Erégy már innen. Csak tetettem, hogy minél előbb vége legyen. Azóta minden este sírok. Te egy erőszaktevő... Azt mondom, mit tevet? Mit tevet egyébként az öreg embernek a fájdalmán? Most jöjjön már nekem! Nem, figyeljen már, most egy szociopata. Eljátszotta. Azt melyik is beleélvezett azt a számba? Na jó, van, erit már hát. De az csak a trauma miatt volt. Semmilyen izé, nem... Húgyoznom kellett, te gyász! Miről beszélsz? Csak húgyoztam! Na jó, én ezt mert izé van, vizelettartási problémáim voltak. Már kezd kicsit felfordulni a gyomrom. Öreg, ezt fejtsd. Na jó, van, elmeszem tőled, bedobom a faszomhoz. Mi jó? Tali, fogd már be a pofádat, basz meg. Majdnem lefogtam. De olyan sötét vagy, geszi, mint egy belső zseb. Hát hihetetlen. Na figyelj, az lesz a lényeg. Kinyitjuk nektek itt, hogy kimentek ebből a teremből, balra van egy ajtó közvetlenül. Az összes ajtót kinyitjuk, hátul ki tudtok dobni, oké? Okay? Na uraim, zárjuk rövidre a témát, akkor tegye fel a kezét. Jó napot ki, most azonnal tegye fel mindkettő a kezét, he! Nyugalom. Nincs nyugalom, tiszta ideg vagyok! Nyugalom. Bajuszőrmester, dobja, tegye ki a izét! Rádiót, telefont, mindent tegyen ki az asztalra, he! Na jó van, akkor mehetünk. Köszönjük a részvétel! A rá fog rohadni a cellájának. Köszönjük. Jó van, maradj már Hulk Hogan! Gondolja meg! Viszlát! Merre kell menni hát? Megbasznád azt a Hulk Hogan, de őszintén, Ali, most vagy négy szem között vagyunk? Hát, ha van alatta egy csomag. Jó napot kívánok! Álljanak félre, közúti ellenőrzés! Menjél már! Menjél! Te nekem ne adjál tanácsot, szokós geci! Hogy lehetsz ilyen hülye bazzak, hogy mindent elmondasz a rendőröknek? Hát? Elmondtam, hát. Hát nem emlékszem, hogy sokkal ott voltam. Sokkal ott voltam. Majd lesz sok mindjárt, szádba ugrik egy nagy bőrsok. Egy izétkény előnött, te csöves. A GPS-ben. Googli? Mit? Googli? Hát, garáb. Darás? Hon a darás? Ha allergiás vagyok rá, beszállt? A darás? Zavart ki a lény, megcsíp, meghalok! Fentagadok, Di! Tekerd már az ablakon! Darás van a kocsiba! Darás! He? Lali! Honnan itt van a kormányod? Lali! Honnan a darás? Te normális vagy? A kurva életbe! Jézusom! Szerencsé, hogy nem csípott meg! Merre szedted a darazsot? Minek örülsz, buzi gyerek? Minek örülsz? Most gyalogolhatunk! De szerencsé, hogy nem csípett meg. Nincs cseresznye itt a környéken, nem látod? Körtefa van, csak ugye gyerek? Milyen cseresznye? Most mi lesz velünk, faszfej? Hát, futunk. Darazsokat itt beengedett, Dick, megcsípasz, meghalunk. Figyelj már, Lali. Igen? Van nálad, zsebkendő? Zsebkendő? Mi minden? Hát, nagyon kőszarnom. Hát, nincsen, de kötszer az van. Adj már, légy szívem, mindjárt. Kikapcsolom a nadrágomat. De ne nézzél már, hát. Hát, de hadd nézzelek. Fordulj már el! Jó. Menj már, Lajos, ne nézzél! De már a hegy, az a szarva hely.
Ne nézzél már! De milyen hallok, figyelj már, hogy mi a faszért jöttetek egyébként erre? Hát mit tudom én, erre menekültünk, azt darázs került a kocsiba. Lali lehúzta a slicemet, térdig, combig, azt nem bírtam mozgatni a lámok. Mentünk 200-zal, kiakadt a gáz, bof, de Lali be akarta kapni a faszomat, közben el akart csípni a darázs, de allergiás vagyok rá. Azt feldagadok, mint a bal tenyele a vödörbe. Azt elkezdtem sírni, mert megtámadtak az emlékek. Gyerekkoromban majdnem megerőszakolt egy darázsjelmet beöltözött ember. Ekkor a Lajos odajött, és csak közelített a szája a faszom felé, mint a Pac-Man, és karamboloztunk. Ez történt. De várjál már! Te vezettél? Igen. És hogy húztad a rakádat, mikor ültél és... Már lebírultam deréktől lefele. Mert mondtam neki, hogy amúgy deréktől lefele néger vagyok és van egy 70-es passzom. Azt mondta, nem hiszi el. Közben a kormányt fogtam. A gázbob nem megvisított az autó. Kettesbe raktam, hármasba, négyesbe. Azt mondtam, hogy nem merek bemenni a mérgesbe. Cseresznyefákat is emlegetett az a buzi. Mondom, mi van bele egy gyümölcsös? Érted? Ez volt. Az az igazság, hogy hiszem. Lali, ne lihegjél már, te gyász! Azt a szöcskét, hát! Most hova megyünk amúgy? Figyeljetek már ide, geci! Na. Hova faszomba megyünk amúgy? Hát mi megyünk valami publikot keresünk. Jézusom! Megyél már fönn a hátadra, bazza, nem bírom tovább! Na várjál, állj meg akkor! Megyél már fönn! Te felveszlek a hátamra, hát! Na gyere! Így, geci! More, te rendes útszaladó, mint a csikó. Á, more, elég nehéz vagy, hát. Miről beszélsz, hát? Ki vagyok? Ki vagyok vékonyodban, hát? Á, felvett a hátomban, hát. Hát, rosszul vagyok. Csókert, cipelj már ki kettőnket, hát. Takarodjál meg, mert a gyász miattad vagyunk itt. Gyerünk, fogaskerék, üzzed a réten. Hát, van valami, ha 30 kiló van benned, hát, vagy mennyi? Hát, ma még nem szó, ja, de szartam. Hát. Egyszer. Mi mínusz 20 kiló, hát abban 15. Hát jó van. Gyertek már! Jó van! Öreg, nekem le kellene befeküdnöm. Most sajnálom el, Ali! Miattad vagyunk itt, bazd meg! Miattad! Na merre van egy garázs? Mi? Most komolyan darázs van itt benne a repülőbe? Darázs van, Ali! Hé? Darázs van! Válaszolj már! Berepült egy darázs? Hé? Nem. Hát dehogy nem hallom, hát! Szórakozol! Úristen! Segítség, itt egy darázs! Kihajtom! Kihajtom a darázsat! Hol van a darázs? Menjen el darázs! A kurványa darázs! Megcsíp! Aj! Lássátok, ezért veszélyes vezetés közben a darázsokkal foglalkozni. Srácok, én darázsmentes jó éjszakát kívánok nektek! Nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok. Még jó vagy a rekel! Nagyon szépen kösz, hogy itt voltatok, srácok! Csá mindenkinek, jó pihenés, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett! Szevasztok! Csá mindenkinek és hello!